A hőség hatására koncentrációnk is csökkenhet vezetés közben. A hétvége legnagyobb baleseténél három személyautó ütközött össze a 65-ös főúton Tevel térségében. Az egyik vétlen sofőrt súlyos sérülésekkel mentőhelikopter vitte kórházba. Ezekhez riasztották a szekszárdi, valamint a bonyhádi hivatásos tűzoltóegységeket, itt feszítővágó segítségével szabadították ki az egyik gépjármű utasát, összesen 5-en sérültek meg ebben a balesetben. Ebben az évben már 153 közlekedési balesetnél járunk, ahol Tolnavármegyei tűzoltó beavatkozására is szükség volt, mintegy 97-en sérültek meg, és 4 ember életén sajnos már nem lehetett segíteni. Hétfőn is több baleset történt, melynek fő oka a követési távolságban nem tartása volt. A 65-ös főúton nem messze a Siógárdi bekötő úttól egy autós későn észlelte az előtte forgalmi okból lasító másik kocsit és nekiütközött. Kakasd és Bonyhád között szintén hasonló okból ment össze két kocsi. A nyári időszakban fontos még tudni, hogy július 11-e óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, erről is beszámolt a szóvivő. Ami azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőben, fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetén belül található külterületi ingatlanokban. Tilos a parlag, valamint a gazégetés is. Nyilván itt a kijelölt tűzrakó helyeken sem engedélyezett a tűzgyújtás. Tolna vármegyében eddig 93 esetben kellett szabadtéri tüzekhez vonulni, mintegy 37 hektárnyi terület égett le, és 161 fecskendőt kellett ezekhez a tűzesetek felszámolásához biztosítani. Itt a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók mellett az önkéntes tűzoltó egyesületek is nagy erőket fektetnek be annak érdekében, hogy ezeket a tüzeket meggátolják, megfékezzék. A tüzek megelőzése érdekében mellőzni kell a cigarettacsikkek eldobását, akár gyalogosan, biciklivel vagy autóval közlekedünk.